Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Üzenet a Bibliából. Az utóbbi időben nem csak a Bibliából kapom ezeket az üzeneteket, hanem képek alapján is. Ha becsukom a szememet, előttem van egy kép, mint egy képes lap, és én úgy gondolom, ez a kép, ez az üzenet nem csak nekem szól, hanem talán neked is. A mai napon három képes lapot kaptam. Az első képen volt egy fiatal hölgy, és egy ilyen fehér színű lepedővel takarta magát, így a csipőjén, és a fehér lepedőn az volt ráírva piros betűkkel, hogy Vince. Tehát ez egy férfi név, én nem ismerek senkit, akit Vincének hívnának, tehát bizonyára nem nekem szólt ez az üzenet, de lehet, hogy te ismersz valakit, vagy az is lehet, hogy a lelki társadat Vincének hívják, és a piros szín az utalhat a szerelemre, a fehér pedig a tisztaságra. A második képen volt egy kis kutya, aki ugrott előre, a háta mögött volt egy hegyvidék, és felette egy meteor. A régi kultúrában úgy szokták mondani, ha megjelenik egy meteor, akkor veszély fenyeget bennünket, és a meteor ezt előtte közli. A hegyvidék is utalhat problémákra, nehézségekre, és látható volt a képen, hogy a kutya ugrik előre, tehát elfut az események elől. Lehet, hogy a kutya fog majd valamit üzenni, ha lesz a közeljövőben valamilyen veszély, vagy veszteség, vagy problémák. A harmadik képen egy festmény volt látható, a bal oldalon a nap. A nap közepe olyan vörös volt, a széle sárga, és a nap mellett jobb oldalon egy lilium virág. Mindkettő utal a tisztaságra, vagy az fontos, hogy valamit lássunk és tisztázzunk valamit. Hogy hatnak rád a képek, vagy hogy értelmeznéd ezt, leírhatod a kommentárba. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Du kannst das klären. Und du wirst es auch klären. Und nicht weinen. Én tudom, hogy mit jelent ez az üzenet, és nem akartam erről beszélni, de ha így megvan most említve, azért elmondom, hogy ma délelőtt cipőket vettem, illetve két pár cipőt, és a cipőboltban becsaptak engem 50 euróval, és azon kívül az egyik cipő az nem az volt, amit én kiválasztottam, hanem egy nagyobb szám, tehát nem is tudom hordani, ki kell cserélnem újra a cipőt, és valahogy majd el kell magyaráznom azt, hogy rosszul adtak vissza pénzből, és 50 euróval kevesebbet kaptam. Ez nagyon dühített, nem csak a pénz, hanem hogy nem figyeltem oda arra,
hanem csak utólag vettem észre, hogy kevesebbet adtak vissza, és itthon láttam, hogy nem a rendes szám a cipő, hanem egy számmal nagyobb, tehát nem is tudom hordani, így mindenképpen vissza kell mennem a cipőboltba, és ez most kicsit olyan szomorúvá tett, és ami engem dühített, hogy nem figyeltem eléggé oda, felületes voltam, és így történt, mondanám ezt, hogy mint egy baleset a cipőboltban, de visszatérek oda, és majd rendezni fogom a dolgokat. Hogy tudom bebizonyítani azt, hogy kevesebbet adtak vissza, hát ez nehéz lesz, de legalább a cipőt ki tudom cserélni. Tehát ez az üzenet nekem szólt, de majd megnézzük azt, hogy milyen üzenetek jönnek még. Őrizd meg a nyugalmadat, lesz egy új irány, lesz egy új kezdet. Ami a népet illeti, fontos, hogy legyen segítség. Valaki segíteni fog neked, és ez úgy érint téged, mint egy csoda. A környezetedben, vagy ott, ahol élsz, lesznek nagyobb változások. Valaki visszaad számodra valamit. Járd az utadat, mert itt tudsz lépéseket tenni. Az otthonodban megváltoztatsz valamit. Ami az országot illeti, lesznek fontos tárgyalások, gyülekezet, találkozások.
Jön egy kellemetlen hír külföldről, de ez nem téged illet, hanem a kormányt, az országot. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!